Pillanat is megvagyunk, papikám. Hú, hát ez jó sikerült. Gyorsan. És még kell rontani? Na, miért rontom el? Nem a Discord. Na, akkor belépünk. Amúgy kibaszott jól néz ki a betöltő képernyő, nekem nagyon tetszik. Ugye mondtam neked múltkor, csak nem, azóta nem néztük meg, de nagyon-nagyon baszó lett. Legalább ezzel foglalkoznak a fiúk. Igen, nem ők a hibások. Nem, valóban. Na. Loading! Nem tudom, szerintem az egy sima libegő. Ja, azt nem tudom. Figyelj, Péter, 8, Béla, 1, Nándor. Legalább. Jaj, ne! Hol van pótkocsi? Ez úgy eltűnt. Á, pacek, jó van. Hol a Fleet? Az is itt van. Hol egy Western? Az is itt van. Nagyon jó. Igen. Ha itt vagy, papi, akkor... Akkor huppanj be abba a Westernbe, ami itt áll a benzinkútnál. Itt a Fleet mellett, ahol én állok. Oké, okay. És figyelj, a mission az a Blackbird-ön belül, a From Water to the Land. Megvan! Várjál, adok neked egy pótkocsit. Adtam egy pótot, jó? És akkor megyünk, aztán rakodlak, ha rájövök, hogy hogy kell, várjál. A drilling spare parts az izé, az szerintem doboz. Várjál, és forduljunk meg. Olvass egy kicsit, aztán... Áááá! Hát az LTS-es múltot azt nem lehet... Lehet tagadni, de fölösleges pont. Hát a buziknak. Pacet. Jó, menj át a hídon, azt a hír után bar. De úgyis látszik a nyilacska a térképen. Már mint ott hátul. Most nem tévedünk el talán. Na, ugyan meg. Milyen finoman betetted a kanyar.
Mi? Mi? Keresel valamit, Papi? Hoppá! Jó van, visszaengedlek előre, de esélyen visszaengedlek. Ennyi! A holt némán átkorult. Mindegy, na. Rossz? Rossz, David Schwimmer. Várja meg! Hát... Ilyenkor nem bánnám, ha a Discord elvenné a hangot. Várja, elszadja. Hát igen, jó, nyugi. Ezek dobozok, Papi. Áh! Papi, ezt... Ha meséled úgy, ha meséled, nem hiszem el, érted? Ezt ne. Odafér még mögé a másik? Ja, nem. Előrébb teszem neked. Várjál, kérem a következőt. Na, megvan. Ez az. Figyelj, szerintem rejszólni nem ér. A faszomat nem akarja fölemelni. Úgy, előrébb mész egy kicsit, Papi. Semmi. Jó, csak a rejsz felügyelőnél elakadta. Ah, hey, hello, hello, hello. Azért. Semmi anomália. Mi a faszomat csinál? Keci. Jó van, akciós volt. Inkább menj. Keci. Várjál. Menj előre, mert lesz fog szakadni a darab. Egy 5 méter. Köszi. Figyelj! Lehet egyébként, hogy ez valami kartondoboz, tehát ez úgy ment hátrébb. És nem teszi odébb! Nem teszi odébb a kurva anyját! Ne, nyugi, nyugi! Á, mester vagy, Papi. És ez így működik a valóságban is. Hajszál pontosan, benn megnyomsz egy gombot és a helyén van minden. Ne hagyjad, pont arra akartam célozni, hogy már előbb kellett volna. És már a kurva anyád. Ne röhögjél, így elbassz meg.
ti... Ne puszi fagyját, a kapta a faszomat, jó az úgy. Na, papi. Jó utat. Én megnézem a követ. Papi! Mögöttünk van a kapu. Jó, csak... Csak gondoltad. Hát csak ne gondold. Én meg meg... Ez kurva jó. Én meg megnézem, hogy van-e valami faszállító építmény. Kiengedni a kézikja. Ja... Ja, várjál, tehát akkor azért hallottalak ilyen jól? Indítsd el a streamet, papi, mert eleget beszélget. Jó, jó, szia, papi, majd beszélünk. Na, elég a butaságból most már. Azaz. Yep. Ó, édes faszom. Ja, várja, nekem van egy... Nekem van egy médiumom. Hallod, megint hatalmas pénzért faszállító pótkocsit kell venni. Kibaszott jó. Tudom. Tudok küldeni linket. Hát tényleg, tehát... Jön két kibaszott mission, ahol... Ahol fát kell szállítani. Hát nagyon jó. Ja, tényleg, hát... Mindig elfelejtem, hogy ez a játék ez arról szól. Jó, akkor majd úgy csináljuk, hogy te szállítsál a fleet-tel, jó? Úgy. Medium locks 2. Bazd meg. Jó. Veszek. Vigyek. Hát azért a kurva anyját. Hallod? Papi, mióta itt vagyunk Alaszkában, azóta nem kerestünk annyi pénzt, mint amennyibe egy ilyen pótkocsi kerül, nem érted? 14.100, papi. Hát jó, hogy lehet kapni. Yeah. Köszönöm szépen a kis pénzt. Na papi, akkor... Vissza kéne ide jönni. A garázshoz. Aztán majd kőpapír ollózunk, melyikünk viszi a médiumot, melyikünk viszi a longot, jó? Long, 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 long. Na mindegy, hagyjuk. Hol a faszomba van? Megvan. Na most, hogy hoztál... Most, hogy hoztál $2000, gyorsan elkötöttem 14-et, jó? Jó, hát akkor ez deficit volt teljesen. Vissza a garázsba. Garázs. Nem tudom, basz. Nem tudom.
Imádom ezeket. Jövök. Vagy én ezzel a dögget téged. De hova? De hova? Kint tedd le a pótot, papi, kint jobb oldalt valahol. Ezt a vontatót, ezt ide veszem készen lépve, ez fantasztikus. Ne, be tudok állni a tető alá, hát az... Áh. Nem, nem fér be. Igazad van, ne ázzon a plató. Na. Ja, ülj át, papi, valamelyikbe, mindegy melyikbe. Én meg azt gyorsan átszerelem faszállítól. Nagyon jó tetted, papi. Jó, csak én most nem tudok átülni abba, menni. Jó, megvan. Megvan, megvan, megvan. Jó helyen vagy, jó helyen. Pillanat is jövök. Be kell vinnem a kotlát. Akkor azon van a médium, akkor ezen lesz a long. Frame-odon. Ja, 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 ja. Hol van az? Ez lesz az. Küldtük egy kis pénzt. Papi, múltkor melyikünk vitte a médiumot? Igen? Jó. Nekem mindegy, figyelj, itt van mind a kettő, válassza. Melyik tetszik jobban? A
Akkor ülök, ami ülök át a izébe. Oké, tessék, ott a long. Na papi, akkor ez a GR Enterprise Airdrome Logging. Ja, bocsánat, igen, megvan. Sawmillba kell eljutnunk, és ugye két logstation van a mapen. Viszont én gyanítom, hogy mind a kettőbe, tehát külön-külön lehet csak. Az egyikben medium van, a másikban long, szerintem. De figyelj, ez, ami itt van jobb oldalt lent, ez egyből itt van mellettünk, úgyhogy látogassuk meg, azt meglátjuk. Pont akkor néztem hátra, amikor bekanyarodtál, és ugye egyből a kanyar után nyomtál egy kövér gázt. Olyan szép zöld füstöt eresztett ki az autó. Papi, vigyázz, mert itt mind a két oldalon farönkök vannak, ilyen kivágott fák, vigyázz! Innen mi a faszomat lehet vinni? Wooden planks. Jó. Megyek. A készítők összes játékában fantasztikus helyen van a fatelep, mindig. Fék ezek. Jó papi, én itt se vagyok, ez a tied. Nézek útvonalat. Mindjárt megyek, bocsi. Bocsi. Sawmillba. Ja, csak neked két kanyaros lesz, ugye. Nekem így egy.
üzemanyaggal hogy állsz, papi? Oké, oké, oké. Ott fasz a kis festői út, papikám, amerre te mész. Jövök én is. Nagyon. Komolyan. Itt vagyok, figyelek, igen, igen, igen. Jó, jó, oké. Oké.
oké. Én is. Ma mit találtál, ami olyan, hogy nem kell oda? Mit találtál, ami olyan, hogy nem kell oda? Elméletileg nem szabadna, hogy ennyire meg legyen terhel. Istenem. Jó, nyugalom, hát így egy kortyot. Fölmegy a vérnyomásod, bazdmeg. És milyen furcsa, tehát most hallak is. Ha nem megy, akkor azért. De most volt egy szév. Legalább van időm szűrni egy kis kávét. Igen, az a gond, hogy ugyanazzal az ujjal iszom a kávét, amelyikkel a gázt húzom, úgyhogy nehéz. Nagyon multifunkciós ujjad van. Aha. Jaj. Ja, nem tudom mióta ment, de azóta volt vagy 3 szép. Hát nagyon fasza. Igen. Loading. Na. Béla, X, Q, Zoltán és Nulla. Ja, egyébként tényleg olyan fél perc tűnt el. Igen. Ha ez így lesz, patikám, akkor én is beruházom. Igen? Ezen a fahídon kellene átkelnem ezzel a kibaszott nagy adag fával. Az egy fotót megér, mondjuk. Megyek is. Nem megyek, fék! Hallod, már indultam lefelé a lejtőn. Nem azon a lejtőn. Mikor észrevettem, hogy ha átmegyek ezen a hídon,
Ugye most ilyen forgózsámolyos pótkocsi van mögöttem, megrakva fával. Elég mókás lett volna megfordulni, ugyanis a túloldalon van leszakadva a gázvezeték. Ez majd... Te pa... Mi a fa? Mondjuk úgy, hogy elég furcsa az úttartása, papi, így ennek a megrakott kamionnak! Nem biztos, hogy jó utat választottam. Jézus. Menjél kicsikét. Ott a felező. Ott van-e. Jé, ne! Olyan... Papi, annyira penge élet táncolok itt, hogy nagyon. Borzalmas. Köszönöm. Eddig erre nem gondoltam. Tényleg, köszönöm. Tehát, papi, tehát... az iménti tanácsod, az tudod mennyit ért? Mint negyedik év végén, mikor hazavittem a történelem bukást, közölték, hogy tanulni kellett volna. Ja, igen. Hát ott meg már megbuktam, igen. De figyelj, tehát ott is az úgy mennyit ért, nem? Egy ilyen hozzászólás. Tanulni kellett volna. Ja. Bocsi, hát magamtól nem jutott eszem. Igen, és ha anyámnak fasza lenne, ő lenne az apám. De semmi olyan. Puszi mindenkinek. És a szeretet áradjon szét. Igen. Mennyi ma? Papi? Ja, azt hiszem beragadtam. Igen, találtam én is egy fát, amihez tudom húzni magam, de botrányosan nehezen jövök át a folyón. Nagyon-nagyon nehezen. Igen, csak ez furcsa, tehát... Igen, de itt ennek nem kéne megakadnia. Fogalmam nincs, ez most nagyon-nagyon furcsa. Hát mindegy, haladunk. Lépésbe. Kim van az első kerék, most már elméletileg mennie kéne. És? Nem, ez megállt azért. Már... Húzd meg! Igen, de... Igen. Igen, de azok a videók, azok elég bizonyítékok egyébként, hogy azok a gépek, az meg tényleg mindenhol elmennek. Tehát amiknek azok ki vannak téve, az meg... Azt egyszer megcsináltak azok a csúnya oroszok. No politik. Annyi van. Te közel vagy a szómilhez, papi?
En ya es. Igen. Fast då tar du. Ja, men bara. Nej, åh! Nem buzis, cunci. Nem buzis. Behúzta. Én éppen az elemekkel küzdök, papi. Tehát olyan... Hát mennyi lehet ez? Olyan 50 fokba állok, fervén. Most lefulladtam, tudod? Történt a kocsival, papi. Valami történt a kocsival, semmi hibája nincsen. Tényleg semmi hibája nincsen. Viszont egyre többször szaladok bele abba a szituációba, hogy nyomom a gázt és abszolút teljesen visszaveszi a fordulatot. Tehát, hogy nincsen benne nyomaték. Most azt viszont nem tudom, tehát, hogy a magában a game-ben abban vannak ilyen dolgok, hogy egyik rakomány nehezebb, mint a másik. Nem, tehát, hogy mit tudom én, egy rakomány fa, az mondjuk nehezebb, mint egy rakomány consumable-ből. Mert akkor én azt mondom, hogy ez a fa, ez viszi a pálmát egyébként. Olyan szívesen küldenék most neked egy képet, papi. Fölborultam, mint a szar. Nem kell itt a BM, menjél csak a következő longé, nyugodtan. Elintézem. Ettől még mókás volt. Isten nem láttad. Azt kéne nekem is egyébként, igen. Egyébként igen. Én most egyébként azon is röhögtem, hogy itt van két konténer, de... Itt benne a sawmillba két sárga konténer. És fogalmam nincs, hogy miért gondoltam, hogy a BM az elfér a kettő között. Tehát nem tudom. Jó, én közelről láttam. Ott fekszik egy Western. Hogy a faszomba lehet itt így fölborulni, bazd? Ja, már látom. Nem volt ez olyan nehéz. Legalábbis ezt fogom mondani mindenkinek. Papi!
Papi, SOS-be segítened kéne, SOS-be, SOS-be. Nem. Ülj át ebbe a Westernbe gyorsan, ebbe a Westernbe, amit most visszahúzok. Jó, figyelj! Ami itt van most a BMM mellett bal oldalt fenyő, ahhoz légy szíves, vincsert ki a izédet a... És megyek, és a pótot meg visszahúzom. Vagy vissza tudod húzni a pótodat? Ha nem, akkor itt vagyok. Nagyon jó! És figyelj, a... Magát a kamion részt azt nem tudod pekkelni a három fával? Nem áll. Mert a... hát... Jó. Egészség. Jó, akkor megtennéd, hogy... Izét, removalod a kargót, mert ugye a fa daru az nem működik. Az bagos. Még most se? Most se, hogy visszadőlt oda? Jó, oké. Az összeset. Mindent. Jó, meg akkor légy szia izék hozd el, jó? A szóbillig, aztán melyik a következő adagén. Az a gond ugye, hogy azt a előző mapen teszteltük, és a fa daru az pocsik. Azzal fölösleges próbálkozni. Ebben van szufla. Főleg így magába. Én már direkt nem sütök el ilyen szart, tehát egy... Viccelet. Maradj is ott kint, papi, megyek vele tovább. Köszi. Fasza az üzemanyag szintet neked is. Na hát én most akkor csináltam egy ilyen 300 literes, teljesen fölösleges kört. Ja,
Igen, jelen gazdasági helyzetben ez tökéletes. Főleg, hogy most vettem 28 ezer év pótkocsit, ja? Hát nem baszod meg az anyád. Semmi. Nem borultam föl, nem az a gond, csak... Csak annyira... idióta szar helyen szorult be a pótkocsi, hogy azt nem tudom neked elmondani. Engedd már el. Igen, azzal a... ami most rajtad van, azzal a pótkocsival is nagyon-nagyon szeretek éles kanyart venni, meg ezzel a medium lock szállító szerelvénnyel is. Igen, mert itt... Figyelj, amikor ez meg van pakolva, ugye a eleje is, meg a pót is, semmit nem látsz az égvilágon, semmit. Ebbe ez a szar. Ez a kis patak, amit itt át kell gázolni, ugye mielőtt kijössz a főútra, ez kibaszottul tetszik, tehát ezt el tudnám nézegetni órákig, csak nem ebbe a játékba. Csoda, nem szóltam. Fél perccel ezelőtt fejeztem be egy másfél perces monológot, azóta nem szóltam. De abból semmit nem hallottam. Akkor elmondom még egyszer, ha most hallasz. Tehát, az a kis patak, amin át kell gázolni, mielőtt kijövünk a főútra. Ugye, hogy jövünk a szóméből. Azt bazd meg, órákig el tudnám nézegetni és hallgatni, mert imádom, de nem ebbe a játékba. Nem ebbe a játékba.
Hú. Jössz már visszafele? Itt vagyok, figyelek, kérdeztem, hogy jössz visszafele? Hát úgy, oda. Úgy értem, hogy visszafele, hogy... Ja, 100%? És az mi a faszom? Bazd meg, te hogy mentél itt föl? Hát itt jövök mögötted. Itt jövök mögötted, geci, de hát az én gépem nem megy föl. Hát, hogy közleked... Egyébként meg van is benne valami egyébként. Van is benne valami egyébként, főleg ilyen sáros talajon, tehát ez az, hogy neked ott ugye kettő tengely ragad be a sárba, nekem meg négy. Hát van benne valami, ja. Itt melyik oldala járható? A bal oldala a folyónak, vagy a jobb oldala? Jó. Megvan, igen, a... Papi. A winch pointon, amit mondtál. Ha kicsit kijebb teszed jobbra a kamiont, ott meg ilyen sziklás talaj van a vízben, ott meg kapaszkodik abszolút. Úgyhogy átjöttem simán. Itt vagyok mögötted.
Bazd meg, már látom a szómilt, itt nem szabad fölborulni. Papi, most hallasz? Állj meg, azt beszélj! Na, szóval most hallasz. Jó. Oké. Jó, és hallasz is, faszán? Na, papi, ezt mielőtt leteszem, ezt elmesélem. Itt az utolsó résznél, mielőtt bejövünk a szómilba, ugye itt van ez a kis... bukkanós, vizes, havas, sáros történet. Pontosan akkor kimondtam, amit te nem hallottál, mondom, bazd meg, itt a szómil, már látom, nem borulhatok fel. Abban a pillanatban... megbillent a Western, és a... tehát csak az első része fölborult. Ugye ámpekkelődött a fa, megborult, viszont az utolsó pillanatban oldalra fordítottam a kamerát, nyomtam egy vincset, és a túloldalra egy fához sikerült hozzávincselnem. Elkaptam, a motor járt, a pótkocsi nem borult föl, visszaállítottam, és a visszaállítással pont úgy... mozgott az a három rönk hátul, hogy újból tudtam pekkelni, bazd meg. Pontosan úgy egymásról lecsúsztak, és tudtam pekkelni. Hát hallod? Elég csúnya lett volna, tehát... kettő adag médium logot kellett volna hoznom, és ez két kanyarból nem sikerült volna, érted? Tehát, hogy... Papi, hozok egy kis pénzt. Na, várjál! Több pénzed van, mint nekem? Hát Alt F4 azonnal. Jó, jó, kujat. Keci, tényleg több pénzed van? Vegyél egy pótkocsit? Nem, na, figyelj! Van még egy faszállító, ez a It's a long way to the top. Ugyanez a történet, bazd meg. Úristen. És át kell vinnünk egy másik mapre, papi. Várjál csak! Hát várjál csak, papi. Hát a... Úristen.
Na jó, nem lesz sok. Nem, azt nézem, hogy nem bonyolult igazából, mert végig aszfalton kell közlekedni. A Mountain River-t nézd meg, és konkrétan átmegyünk az alagúton, és végig aszfalton. Ott, ahogy megyünk lefele, ott visszafele szar följönni azon az úton. Az alagúttól, az arra emlékszek. Márjál, jövök veled, jó? Csak most ugye elég lassan fogok haladni, de jövök. Beállok szépen mögéd, aztán jövök. Egyébként igen, az előző mapen is Michiganben ezek a fás küldetések voltak a nagyon jó fizetők, de hát nem véletlen, mert kell hozzá egy 14 000-es pótkocsi, tehát. Amit ugye nem... Amit nem találsz a játékba, ja. Nem baj, majd nézem a féklámpákat. Micsoda, hát nézd már, hol vagyok. Én nem látlak, papi. Esküszöm, nem látlak. Faszom van ezzel a járműve? Hát te nem megy, bazd meg! De egy... De egy olyan helyen, ahol semmi nincs. Ja. Igen.
ezt hogy csináltam? Hát semmi, semmi. Nem, ezt már megállapítottam, hogy te akkor fogsz engem hallani, hogyha te éppen elkezdesz beszélni. Igen, csak hát elment be a kurva anyjába. Egyébként az kéne, hogy... Igen, igen. Nem egyébként mostantól, hogy izgalmasabb legyen, papikám, nagy magyar... Mostantól, hogy izgalmasabb legyen ez az egész történet, és hogy mindenképpen tudjunk beszélgetni, innentől kezdve nagy magyar költők híres verseit szavaljuk folyamatosan. Ja, hát most így adhok. Persze. Papikám, az komoly felkészülés. Holnaptól. Ide teszem szépen a monitor mellé a József Attila összest, azt a hadszolj. Ennyi, te klozett, mennyi. Egyébként, papi, tehát figyelj, azóta én nem néztem a térképet, mióta elváltunk egymástól. De ez nagyon-nagyon durva, hogy ez pontosan így volt kiszámolva. Egyébként én is. Hát komolyan. Várjál, akkor ez így sajnos fotógyanús, várjál. Ha már így alakult. Mehetünk, papi, menjél csak, neked van elsőbsége. Merre? Nem fordult. Most lesz jó. Még mindig nem jó. Nem tudok kifordulni, ez milyen kemény. Hát hiába voltak kint az első tengelyek az aszfalton, a hátsó az még benn volt a sár. Most jöhetne szembe egy szarházi 650 lóerős BMW-s cig, mármint hogy honfitárs. Nem? Így van, és akkor én is így. Nézd így. Szerintem... Igen? Így van, így van.
Figyelj, hát ha jönnének a kamerák, meg a riporterek ugye meginterjúvolni, hát én is meg tudnám bánni őszintén. Várjál, gond van. Jogi. Jogi. Mindjárt elkapja. Azért látom, te is küzdesz. Igen, 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 tehát az most nagyon visszahúz. Ja, nekem nem tűnt fel. Igen, itt egy tábla egyébként, hogy vigyázzál, mert 9%-os emelkedő, százalékos, ezgelőkös. Gyerünk! Megküzdünk, papi! Elfogyott, nem is volt. Nem, itt, tehát ennél a rakománynál érzem tényleg először, hogy sok. Igen. Nem baj, papikám, majd azért a szállítási díjat azt fölfele sarcoljuk. Hallod, nyílgázon megyek, érted? 12 literes fogyasztással, és elfogy a lentület az. Várjál! Fék! Jó. Igen. Igen, nyomtam ugye, hogy Travel to Mountain River, de akkor már csak a pótkocsi volt benne, és akkor nem kiszállt. Jó, kijöttem. Vagy. Na itt meg most arra kell vigyázni, bazzek, hogy ne törjem össze. Jézus. Ajjaj! Papi, te is vigyázz! Az meg! Megjöttünk! Hát ők hát, persze. Ja, igen, és lesz még egy long kanyar, bazmeg. Ja, jó, nem baj, tehát addig én megnézem, hogy mi a következő, hogy lesz-e még következő, hogy tudunk-e még valamit csinálni. Addig jó utat, papi. Átférünk közte, vagy? Ja, várjál, te megyek veled mindenképpen, úgyhogy... Ennyi.
Hát vissza kell mennem, mert hogyha úgy van, akkor leszerelem ezeket a kibaszott fás felépítményeket. Meg hát fa amúgy is odaállt van. Tehát mindenképp vissza kell mennem. Ha kell fa, ha nem. És baszd meg, tényleg! Tényleg, igen. Igen. És elő szokott fordulni ebbe a game-be. De papi, engem olyan szinten visszahúz ez a pótkocsi. Viszem a longot. Oké. Mindent értek. Ezt viszem a longot. Végig az aszfaltot. Szerintem a Fuel Station neked is elég visszafele, nem? Mennyin vagy? Én 180-om. Ja, hát akkor az sima. Az az, igen. Az. Elkóbazd meg. Euro 6-os. A 7-es. Az már 7-es, igen. Mindig keverem, bocs, az enyém a 6-os. Nem lesz semmi, csak belindulhat a keci. Muszáj főkapcsolnom, előbb itt akartam izéni, jaszkarizni, aztán sötétben nem látok semmit. De konkrétan tényleg semmit, tehát... Itt, ezen a mapen nagyon sötét. Igaz? Tehát Michiganen lehetett így menni, hogy a kis izé helyzetjelző van főkapcsolva. Igen. Hát ennyi erővel lehetne egy gyertya is ott a izébe szélvédő mögött az. Az mi, papi? Jó. Az... De, mi? Azt azért árul el, hogy nálad fő van kapcsolva a reflektor? Mondom, nézem, hogy mi a fasz, én nem látod az utat. Tehát, hogy... Jó. Persze, meg... Tehát tényleg hülyeségből mondják, hogy ne így onnan vezet. Meg kilötyög. Hoppá! Egyébként azt tudja, hogy nem érzed, de én most hál' Istennek mindent látok hátulról, hogy a létező összes kanyarban neki baszod a pótkocsit. Szalagkorlátnak, basz!
Ja bocsánat. Tökéletes. Igen. És ez tök jó a szódja. Ha nem vágod föl. Erre bemegyek. Várjál, azt hiszem, amikor itt voltunk valahol az aszfalton, a fagyos aszfalton. Nyugi, hát figyelj, legfeljebb ott egyébként élmény lejönni még egyszer. Gyógysör. Hát igen. Ja. Nekem meg kell kuk... Igen. Mi? Azt kell meg... Mindjárt mond. Hát így el. Te miért ide dobsz vissza? Azt áruld el nekem. Akkor dobjál vissza ide. Papi. A kód. Y. László. 7-es. Dezső. Sándor. De most itt mi a faszom folyik? Ó, papi. Itt vagyok. Ja, mondjam a kódot. Ja, bazd meg, én az előbb van... Ki a faszomnak diktáltam az előbb a kódot? Na, Y, László, 7-es, Dezső, Sándor. Ne röhögjél. Ne röhögjél, bazd meg. Hát még nem. Hát ez igen, nagyon jó. Na és hál' Istennek végigmehetünk még egyszer ezen a fagyos szerpentinon. De... Nem, visszafele. Ott állsz egyből. Így van. Nem. Nem. Mondom, hogy nem. Thank you.
Összeálltunk itt, mint két kicsi Lego. Igen, én, engem is a legelső mapre dobott vissza. Én is itt vagyok mögötted. Gyi! Ezt amúgy is át akartam élni még egyszer. Egy oszlop. Menjél tovább, menjél. Itt vagyok mögötted. Mi a faszommal játszok? Ez most komolyan. Itt mész előttem. Nem, nálam azt jelzi, hogy te vagy itt előttem. Állsz egy helybe? Jó. Várjál, milyen tó? milyen tó? Ja, hallod? Konkrétan itt vagyok mögötted. Várjál! Állj egy kicsit félre, jobb oldalra. Úgy. Na, mindjárt mutatom. Hát, várjál, jó lesz. Nézd, most se látsz. Sem... Keci, most előztelek meg. Én látom. Hűha. Go Snowrunner, igen. Most biztos fogsz látni, papi, mert keresztbe álltam az úton. Pazd meg, ne. Akkor biztos nem leszek szellem, hogyha nekem jössz. Várjál. Jó, oké, ennyi. De... Pontosan ott, ahol most vagy. És most egymás mellett vagyunk. Most mögötted vagyok. Ez mi a faszom? Hűha! Hallod, papi? Megnézem az meg, hogy tudom-e magamat vincselni hozzád? Egy pillanatig álljál meg, csak egy pillanat. Jövök. Oké. Mehetünk.
És most vincselted a semmit? Jó, ezt leírjuk bele majd, jó? A memoáriánkban. Itt vagyok mögötted, de mégse vagyok. Nyugi, papi! Jó lett volna, ha borúz, én láttam volna. Na de ekkora anomáliát még nem láttam. Olyan méter nem volt, ahol egyenesen ment. Várjál! Ja, nyugi. Semmi. Elnéztem az ajtót. Az ajtó? Az ajtók azért vannak, hogy bemenjenek rajtuk. Nem tudtad? Hú, bazd meg, ez... Na most viszont jön majd egy érdekes történet, papi. Tehát az, hogy most, hogyha kimegyek innen... Igen, igen, igen. Ezt mindjárt megnézem, tehát most, hogy van-e mission egyébként, azt kéne megkukkantani. Van a garázsban valami baszó jármű, nem igazán. Nem, nincs. Kijöttél már, papi? A Logstationből? Hallak, hallak. Igen, de az is könnyen megesett, hogy te se léptél be, és nem is játszol igazából. Na, papi, állj! Most se vagyok itt? Itt állok a kereszteződésben. Hála Istennek! Jó, akkor menjünk! De én most nem megyek sehova. Én most nézem, hogy mi van még. Már csak egy küldetés van, amit meg tudunk csinálni. Kettő. Jövök.
van közben egy papi, amit, amit megcsinálok, és akkor nekem se lesz üres járatom, és kb. Annyi idő lesz, még azzal te leszállítod, jó? És van még... Semmi, semmi, menj egy csak. A faszomat, hogy ilyen jó a fülem. Bár konkrétan, mint hogyha egy bomba robbant volna, ezt én is hallottam. Igen, ez a... Tehát kb. Annyi idő lesz leszállítani... ennyi volt. Na tehát most leviszed azt a fát, én visszahozok egy ilyen baszó trailert, és van még egy mission, ami összetett. És azzal megjavítjuk az olajvezetéket, szerintem azzal így jó is lesz. Még egy két kilépés, két sör, teljesen jó. Pá! Jobbra. Jobbra és végig a betonokba. Alaszkában mit vártál? Homokot? Hogy fáznának, gondolj be? És már nem is kell táncolni. Na, hol kell táncolni? Ugye ez megvan? Hát persze, hogy megvan. A veres egyházi asszonykórus. Azaz. Ujj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 
Meg a negyedik sör örömén. Jól van. Egyébként a fiataloknak üzenném, hogy ne igyatok. Mert olyan leszel, mint én. Na. Mert ha faszt szívsz, kedvesem, az senkit nem aggaszt. Hát, kölcsei megmozdult, érzem. Ja, semmi. Majd ha tudom, akkor mondom. A karinti gyomorgyűr. Nem, csak nem tudtam abba hagyni a nevet is. Akkor most kérdezd meg, hogy ezen nevettem? Igen. Jó, papikám, tehát az idő előre haladtával romlik a színvonal, ezt nem tudom. Aj, ugyan már, ne ostorozz magad! De ha lenne, ostoroznád? Vagy ez már nagyon intim? Nehogy szomorú légy! Ez
majd a következő fagyásnál ne felejtsük el. A kis móka, Miki. Mi van veled? Papi, ott lefele vigyázz! Nem. A fék az buzi is! Hozz egy kis pénzt! Fuck yeah! Nagyon jó! Papi egy fél perc nagyjából. Fél perc is ott vagyok. És... nem ide. Ja, bazd meg, neked is vissza kell jönnöd azzal a fossal. Igen, mert sajnos le kell róla szerelni a faszállítót. Vagy, papi? Vagy csak simán hagyd ott, majd visszahozzuk, ülj át a BM-be, és a BM-et hozd vissza a főútra. Csak hozok egy kis pénzt, papi. Nem tudom ez mennyi lesz, de furcsa módon könnyű volt. Igen, de ez izé volt. Ennek más volt a jelennek a missionnek, úgyhogy ez story mission volt. Hol van ez? Aha. Faszom, nem kell. Itt van, mi ez? White Wally. És most én is tartok egy... misi szünetet. Tudod, hogy vesém a pillanat. Megjöttem. Na?
Na, gyerünk! Azt mondja, hogy... Papi! Papi, papi! Na, hallasz? Na, éljen, papi! Ha megjött a hang! Ja, persze, közben láttam, hogy te mozogsz, érted, én beszélek hozzád. Na mindegy. Figyelj, egy van még, amit így meg kéne. Blackbird-ön belül a Volley Pipeline Building. Ez is izé story mission, ahogy látod ott a kis földgömböt. Így van. Igen, papi, és a BM-mel hova jöttél a benzinkúthoz? A BM mögött ott van az 5 slotos pótkocsi, ugye? Nagyon jó, azzal kéne idejönnöd a repülőtérre, mert az oversized cargo az 4 slotos, tehát azzal kell kezdeni. És nézd az útvonalat, tehát a repülőtértől ez a airdrome, onnan kell majd fölvenni. Az aszfalton végig kéne menni egészen a factoryig, és ott át a hídon, és ott vagy a pipeline facility-nél. Jó? Az lesz az első. Én begyűjtöm a metal beams-t, a service spare part-ot. És az úgy három is, úgyhogy én pont ennyit tudok begyűjteni, jó? Oké. Okay. Bocsánat. Igen.
Mielőtt ráparkolsz a Survive trailerre, papi, és megjavítod a saját autódat. Nagyon-nagyon fontos, hogy előtte baszódjál neki a villanyoszlopnak. Várja, a BM-et nem kell megjavítani? Jó, oké. Lobog a szélben a szélzsák, papi. Jó. Hiszen elbasz meg. Ilyen nincsen. Papi, elhiszed, hogy pontosan azelőtt 2 másodpercen léptem oda a mepre, mielőtt te fölborultál? És végignéztem az egészet, geci. Tehát ez kicsibe is annyira mókásan nézett ki, mint egy kibaszott matchbox. Megnézem, basz meg. Kellek? Itt vagyok egyébként, nem messze. Várjál, tehát figyelj, legyen meglepetés, hogy hogy néz ki, jó? Kicsibe láttam, de... Igen, tehát ez most kicsit hasonlított arra, hogy... Fel voltunk készülve a térre, de a jégre nem számított. Az csak jég. Jég. Ja. Itt vagyok. Szegény embert az ág is. Na most nagyon kíváncsi leszek, hogy meg tudlak-e fogni. Micsoda, oda néz. Megvárom, még fölpakolsz, basz meg. Rád oda kell figyelni, komolyan. Papi! A második, az oversized.
hatalmas új elosztás. Gunyolódjál csak, gunyolódjál. Gunyolódjál csak, gunyolódjál. Gyere, megjavítalak. Igen, elmegyek előled, várjál. Ja, én itt balra megyek, várjál. Elnéztem. Bocsánat. Így van, azért végig föl az aszfalton egész a Factory-ig. Bocsánat. Ahol csak lehetséges, én összetörök az autót. Ne röhögj így, bazd, nem vicces. Igen, ez véletlen. Ácsi. Ja, igen. Érgáz! A nyílgázból soha nem lehet baj, papi. Legközelebb úgy jövök el szállítani, hogy magam után hozom a szerviztrénet. Hogy? Ez nem, ilyen nincsen, tehát ez most már szopat engem, bazd meg. Nézegetem a mapet, érted, jelölöm az útvonalat, visszalépek, elindulok, hopp, 5 sérülés a motorra. Minden egyes alkalommal nekibaszom valaminek. Balfasz. Igen.
Ha megfordultál, papi, akkor szóljál, légy szíves, jó? Jó, figyelj, én most éppen viszek Wooden Planks-et, Survive Spare Parts-ot, most megyek Medium Pipes-ért, úgyhogy Metal Beams az ott van neked szembe a Factory-ban. Többit meg hozom. Hallak, hallak, hallak. Egyébként tényleg azt mondhatom, hogy mire visszaérek, ebből a kocsiból semmi nem maradhat. Medium pipes. Jó. Nelly! Az az e-papi, az egy nagyon hosszú ne lépjél ki felkiáltás volt. Igen. És már tényleg nem tudom, hogy mit kéne csinálni, geci. Mindent megcsináltam, ami a hiba leírásban, vagy a útmutatóban benne volt. Mindent. Nem baj, most már ezt leszállítjuk, aztán ennyi. Remélem ezen most végig kell magamat küzdeni megint. Milyen kis aranyos vagy. White Volley. Legalább most a mepet eltalálta, hogy hova kell visszadobni. Az előbb az se sikerült. Na! Nándor, 1-es, Ips, mi a, Ilona, Zoltán, Cecília. És olyan rég volt mentés, hogy megbaszhatná a jó édes kurva anyját azt. Mikor beléptünk bazd meg játszani, akkor meg percenként volt mentés. Most ez mi a faszom? Mihez kötődik? Amikor kiviszünk egy kibaszott mission-t, akkor sincs mentés. Azt mikor megyünk az úton, bazd ki üresen, akkor meg hopp, saving. Hát, jó, oké. De persze a szerepet áradjon szétetárba.
miután megbasztad, kurva. Aha, tehát akkor most már látod. Igen. Jó, hát nem jegyzi meg, na. Ennyire dinamikus az időjárásban. Hogy itt nappal is éjjel. Ja. Ez most öngól, igen. Látom a kargó leszállítva. Mármint, hogy nálad. Kenyérem meg vizelje. Igen. Már valószínűleg meg sem is üt volna a földben. Papi! Én olyan kibaszottul örülök, hogy az előbb kifagyott, ugyanis most egy olyan sérülést szereztem, amivel nem tudok tovább menni. Ugyanazon az útvonalon jövök, mint az előbb, és most sikerült egy olyat ütköznöm, itt az egyik szerpentinem, hogy lett egy defektem, illetve megsérült a motoromnak a fele. És azt ugye nem kell mondanom, hogy itt a havas, fagyos, sáros szerpentinen defektel és megrakódva nem igazán lett valami. Ja, meg 16,5 literes lett a fogyasztás. Nem baj, papi, a vértes volán így ment 30 évig, gyerünk. A csörgők meg 50 éve. Na. Hogy tudok itt visszamenni? Kiugrom az ágyból, a gyerekem. A BM-eden van pótkerék, papi? Nincs? Igen, valamelyik oldalon. Rohadt buzi, kisporulta. Nem számít a fogyasztás, jövök, papi. Úgy, minden sérül, minden. Abba a faszom.
Nem tudok úgy bevenni kanyarpapír, hogy ne jöjjön valami piros szám. Van a metál is. Oké, jövök. Pillanat, és ott vagyok. Minden itt van rajtam. Minden. Minden. Azért, majd várjál meg ezt, nézd meg ezt a vegyes felvágót. Egyébként a bal hátsóm lett defektes. Jó, vegyék ki Szabit jövő hét. Tudod, mikor mondtam ezt, papi? Hogy a bal hátsóm defektes. Ja, nem, tényleg egy másfél percet mondtam. Panákom! Azóta ugye te mondtad, hogy mennél Alaszkába, én mondtam, hogy vegyék ki jövő héten Szabit. De jövök. Nézd meg ezt a szállítmányt! Mi? Minden rajta van, papi! Ja, vegyes vágott. Hát ez a kis fahíd, ez pont erre kitalálva. Saving! Igen.
Na és ez most mit nyitott ki? Aha, itt nyitott ki egy kis út. Aha, jó. Na, akkor a GR Enterprise-ból már csak 4 mission van, egyik se ezen a térképen. Morrison Miningból 3, abból 1 van ezen a térképen. És a Blackbirdből pedig 1 darab van összesen. És nem ezen a térképen. Várjál csak, Deliver... Ja, Pedro Bay-t föl kéne fedezni. Az a mission. Van még egy map, ugye? Aha, van még egy map. Így van. A... Mi a faszom? Mountain River-ön van még egy alagút bal fölül. Nézd meg azt! Ott van, bal fölül. Igen, viszont még van egy mission, amit enged megcsinálni, és az pedig a drilling stuff delivery. És azt honnan kell vinni? Nem. Mentett, de mindegy, úgyis visszalépek, megkukizom. Egyébként, ha nem lett volna például múltkor is egy olyan alkalom, amikor végignyomtunk 3 órát úgy, hogy semmi problémája nem volt, akkor nem lennének kérdőjelek a fejembe. Igaz? De mondjál nyugodtan, kíváncsi vagyok. Azt hittem velősebb lesz. Megnézed, te is mondja a kódot? Azt mondja, hogy László Olga 42 Géza. Igen, megvárom, még belépsz, mert akkor mentett, mielőtt letettem a szállítmányt. Úgyhogy ha most leteszem, akkor nem kapod meg a pénzt. De... Mindig nézem merre. Morrison Mining, itt van. Deliver to the drilling site. Drilling equipment. És ez hol a faszomban van? Hol van itt? Úristen, hát ez egy jó mission. Hát ez egy kurva jó mission, bazd meg. Hát papi, ez a következő alkalommal egy nagyon-nagyon jó mission lesz. És most fogok valószínűleg agyérgörcsöt kapni, papi. Az első mapen van egy médium faszállító. Én most vettem egyet 14 000-ért. Mindegy. Na, tehát nézd meg azt a missiont a Morrison Miningnál. Azt az egyet, ami van. Ugye? Így van. A...
White Wally repülőtérről ugye egy 4 slotos konténert el kell vinni az első mapre, középre. Nézd meg a Northportot középen. Az kibaszott jó, bazd meg. Az kibaszott jó. Mármint... Figyelj! Várjál! Nem jobb úgy, hogy... lejössz? Nem a csővezetéken alul? A csővezeték fölött van egy kereszteződés. Ott be kell menni az erdőbe. Négy. Hát úgy, ami most rajta van a BM-en, azzal. Teljesen, teljesen. Meg szerintem élvezetes is. Azt néztem, hogy még itt is hagytunk járművet. És papi utána... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mission van Alaszkából, papi. Szomi vagy mi? Ja, várjál, lépjél be bármelyik mapra, hogy megkapd a pénzt. Csak ülj be bármelyik autóba. Jó, akkor leteszem a cuccot. Jó. Mi a kurva anyád van, fasz? Nem tettem még le, papi, nem tettem. Baszakszik velem. Komolyan? Hát akkor majd tőled kérek kölcsön. Tudsz kölcsön adni egy kis pénzt? Erre még annyit csinálok, hogy ezzel a kotlával visszajövök oda mellét. Na legalább benn is hagyom így aktívva ezt a missiont, legalább tudjuk melyikkel kell kezdeni. És akkor még annyi van, hogy azt a Pedro B-t azt föl kell fedezni. Igen, küszködök itt a defektes kerékkel. Szávasz, papi! Na! Hát akkor innen, papi. Erre most én nyomom meg a kilépést. Ez az. És hallod, az egész mutatványunk megkoronázása kép azt fogja kiírni a játék, hogy egy mission teljesítve. Hogy nem bassza meg a jó édes kurva anyját? Igen. Nem baj. Én azért élveztem. Amúgy 190... hát 191 ezer pénzem van. Ja, de hogyha... azt az egy
fáspótkocsit eladom. Ugye eladni féláron lehet. Azért kapok 7000-et. Mivel az már nem fog kelleni, tehát 2 fölösleges. Jó, papi. Haladunk Alaszkával is, alig várom. Úgyhogy most jöhet a kaja, meg egy kis pihenés. Köszöntem, papikám. Folytatjuk. Várjál, mindjárt visszahívlak, jó? Oké, csa-csa!